Üdvözlöm Önöket, Szabó Gábor vagyok, és ez alkalommal a porszívók választásában szeretnék Önöknek segíteni. Számos kivitellel és színnel találkozhatunk a piacon, kiválasztás előtt fontos figyelni a saját igényeinket. Amennyiben emeletes házról van szó, vagy kisebb lakásról, akár nagyobb lakásról, ezek mind fontos tényezők abban, hogy milyen készüléket válasszunk. Nagyon fontos figyelembe vennünk továbbá azokat a tényezőket lakásunkban, amelyek befolyásolhatják azt, hogy milyen porszívóra van szükségünk. Általánosságban az a fej, amit alapból adnak egy készülékhez, ezek általában az állítható fejű porszívók. Ezeket már szinte majd mindenki ismeri, ez lehet kefés vagy sima szívófejként használni. Most már viszont a készülékekhez, amennyiben nagyobb felületű kemény padlót szeretnénk tisztítani, lehet kapni egy teljes kefézettel ellátott fejet is, amelyek parketta vagy kemény padló szívására tökéletesen megfelelnek, de amennyiben esetleg szőnyegpadlónkról akár kutyaszőrt, hosszabb hajszálakat szeretnénk eltüntetni, akkor pedig mindenféleképpen a turbókefével ellátott készülékeket kell választani. Amennyiben kisebb tárolási lehetőségeink vannak, vagy esetlegesen emeletes házzal, lakással rendelkezünk, oda mindenféleképpen kisebb készüléket javaslok, hiszen ezeknek súlya, illetve tárolási helye is sokkal kisebb. Az sem baj, ha nagyobb fogantyúval rendelkezik ilyenkor a készülék, segítve nekünk a cipekedést, de most már egyébként ténylegesen vezeték nélküli verziókat is találhatunk a piacon, amelyek akár turbókefével is rendelkeznek, és 45 percen keresztül tudjuk használni. Fontos odafigyelni a teljesítmény szabályozására is, hiszen nem mindig szőnyeget vagy parkettát porszívózunk, akár kisebb rongyszőnyegeket vagy függönyt is le kell porszívóznunk. Ilyenkor jó, hogyha tudjuk állítani a szívó teljesítményét a készüléknek. Ez akár több fokozatban, vagy akár fokozatmentesen is szabályozható. Kerék kialakításában is több típus létezik. Az alapkategóriás verzióknál elő találunk egy bolygós első kereket, az alapkategóriáknál műanyag fix kereket, középkategóriás készülékeknél ez már kap egy gumírozást, a prémium kategóriáknál pedig már összbolygó kerékkel rendelkeznek a készülékek, így ezáltal bármilyen irányban el tudjuk tolni porszívónkat. Többfajta teljesítményen ellátott készülékkel találkozhatunk a piacon. A 7-800 watt körülbelüli teljesítménnyel rendelkező készülékek már nagyon jó szívó teljesítménnyel rendelkeznek. Illetve ami még nem nagyon fontos és nem beszéltünk róla, azok a plusz tartozékok. Ezt általában majdnem mindegyik készülékhez adják, de azért nagyon fontos erre is odafigyelnünk, mert azért kaphatunk hozzá plusz egy résszívót, egy kis körkefét, illetve egy kis kárpit tisztító fejet. Többféle szűrési rendszerrel találkozhatunk. Az első alapverziók, ugye itt a kilépő levegőt próbáljuk megszűrni minél jobban, hogy a szállópor ne kerüljön vissza a levegőbe. Az első variáció az a sima egyszerű szűrővel ellátott készülékek. Ezek után következnének azok a verziók, melyek már úgynevezett HEPA filterrel rendelkeznek. Ebből is több fajta létezhet, van ezekből olyan, amelyik mosható, illetve van, amelyik eldobható, tehát abszolút nem lehet azokat kezelni. Ezeket egy bizonyos idő után érdemes kicserélni. Amennyiben nagyon érezzük, hogy szagos már a porszívónk, porszívózás közben, akkor valószínűleg ezt már cserélnünk kell. Illetve ugye vannak a felsőbb kategóriák, amelyeknél ugyanúgy megtalálhatjuk ezeket a HEPA szűrőket, de itt már a kis nyilacska elpattintásával azt is kijelzi nekünk a szűrő, hogy ezt mikor kell cserélnünk. A magasabb kategóriában, illetve olyan típusú porszívókban, amelyeket allergiásoknak fejlesztettek ki, akár ez a HEPA filter, ez aktív szenes is lehet. Egyes készülékek rendelkeznek előszűrőrendszerrel is, melyek egyszerűen eltávolíthatóak, és akár az ott felejtett LEGO darabokat is ki tudjuk üríteni. Köszönöm szépen figyelmüket, esetlegesen felmerülő kérdéseikkel keressenek minket weboldalunkon, illetve blogunkon. További tartalmakért iratkozzanak fel csatornánkra.